Gyertyagyújtással emlékezett az 56-os sortűz áldozataira Kövér László, aki az országgyűlés elnökeként most először látogatott Egerbe. A Polgárok Házában sajtótájékoztatón összegezte a Fidesz utóbbi 3,5 éves munkáját. Elmondta, a kormány sikeresen elkerülte a csődöt, és 3% alá sikerült szorítani az államháztartás hiányát is. Hozzátette, az erőfeszítések meghozták eredményüket, és ezt tükrözi a 2014-es központi költségvetés is. Elmondhatjuk azt az egy rövid, de velős és igaz mondatot ennek a költségvetésnek a jellemzésére, hogy semmire nincsen kevesebb pénz, mint az előző esztendőben volt. Tehát vagy jelentős mértékben több forrás jut egyes területekre, mint a tavalyi esztendőben, vagy minimálisan az mondható el, hogy nem jut kevesebb, mint amennyi tavaly volt. Az elnök kifejtette, az egészségügyre 10%-kal jut több forrás, mint tavaly, az oktatásügy 12%-kal kap többet, a közbiztonságra 6%-os többletforrást fordítanak majd, a gazdaságfejlesztésre pedig 7%-kal különítenek el többet a központi költségvetésből 2014-ben. Kövér László arról is beszélt, hogy a kormány bizakodással várja a választást, ám korán sem tekinti lefutottnak azt. Bíznak a sikerben, egy jól megkezdett utat kíván folytatni a Fidesz.